A nyomozás. 100%-ig biztosnak kell lennie abban, hogy ő az, akit látott. Ő volt az, semmi kétség. Látta már ezelőtt is? Nem. És a másik? Őt sajnos nem láttam jól. Meg kell tanulnia az utca törvényeit, vagy örökvesztes lesz. Ha tud magára vigyázni, boldogul. Szokottál volna, mielőtt adósságot csináltál. Tartozol, úgyhogy azt teszed, amit mondunk. Ha csak most rögtön nem egyenlíted a számlát. Igen? Látogatói vannak. Kék? A rendőrség. Te beengedted a házba? Parancs! Parancs! Hogy a faszomban mondják lengyelül, hogy parancs? Te most szabadsz! Higgadj le! Higgadjak le! És ha inkább teletömném mólommal az elbaszott nyerítős fejedet? Ha elég bizonyítékuk lenne ellened, akkor nem itt beszélgetnénk, hanem a sitten. Vitázás nagymestere. Vic Carmilla Soprano. Victor Musto. Üdvözlöm. Jó napot. Csinos nő. Verd ki a fejedből. Tony Soprano felesége. Légy te a főnök! Marihuánás cigarettát szívtok? Televíziót akarok nézni. Ámos Davy, kérlek. Minden kiderül, engem meg évekre rács mögé dugnak. Nem hallottad? Takarodj az irodádba! Mozgás! Bocs, de nem akarok elkésni. Szia. Persze. Menj csak. Lehet, hogy elmegyek. Még hozzá hosszú időre. Piszkálnak a zsaruk. Előre akarsz fizetni? Bazd meg! Nem, te bazd meg! Menj a pokolba! Te! Megvesztél! Néha mindannyian álszentek vagyunk. Istenem. Jézus Mária, Szent József, esküszöm még, és soha nem csináltam ilyesmit. Tudod, ki az, aki benne bíz meg? Az unokahúgom. Egyszer náluk vacsoráztam, és ő meglopott. És akkor még csak 10 éves volt. Köszi, Megyi. A nyomozásban résztvevő rendőrök nem nyilatkoznak, mivel az ügy számos maffia tagot érintett. Rossz társaságba keveredtem, és most tartozom nekik. Az a szemét Tony Soprano. Köszönöm. Köszönöm. Mr. Musto nem jön. Miért? Valami baj van? Nem, csak elvállalt egy másik munkát. Tudja mit? Mondja. Kihúztam a fejemet a hurokból. És ennek rettentően örülök. Úgyhogy mára ennyi untig elég volt.